rendezvényünk következő felszólalóját is jól ismeritek, a 64 vármegye ifjúsági mozgalom szóvivője, egy vármegyés lány, Kónya Dorka. Tisztelt bajtársak, kedves barátaim! A 64 vármegye ifjúsági mozgalom ezúttal 23. alkalommal szervezte meg a Trianon felvonulást. Biztos vagyok benne, hogy nem csak az ellenségeimnek, de nektek is eszetekbe jutott már, hogy vajon meddig fogjuk még megszervezni. És egyébként tényleg jogosan merül fel a kérdés. Meddig? Hadd elevenítsen fel nektek a II. Világháborúban harcoló azon japán katonáknak a példáját, akik a Fülöp-szigetek egyik szigetének védelmét kapták feladatba, és a háború véget értével továbbra is őrizték a szigetet addig, míg az a vezető, aki ki nem adta számukra a parancsot, oda nem ment, és személy szerint fel nem mentette őket a kötelességük alól. A 64 vármegye ifjúsági mozgalom anno az elcsatolt területeknek a visszaszerzése céljából alakult meg. Azzal, hogy mi csatlakoztunk ehhez a mozgalomhoz, vállaltuk ezt a terhet, és vállaltuk, hogy életünk végéig fogunk küzdeni azért, hogy ezt a célt, ezt beteljesítsük. Vagy legalábbis addig, amíg fel nem mentenek minket ez alól a kötelességünk alól. Mert ez a rendes hozzáállás, hogy nem felejtünk el dicső tetteket, értünkért magukat feláldozó harcokat, ígéreteket, esküket és célokat, csupán azért, mert az idő halad előre. Tehát a kérdésre a válasz, hogy addig fogjuk még minden egyes júniusban megszervezni a felvonulást, amíg a vármegye alapítója, valamely királyunk, vagy a felsőbb hatalom valamely képviselője meg nem jelenik, és fel nem ment minket az eskünk alól, vagy ameddig vissza nem szerezzük azokat a területeket. Ebben a világban, amelyben élünk, annyira sok hazugság vesz minket körül, hogy egyszerűen felértékelődik az, ami igaz. Megszerkesztett képek ömlenek ránk, amelyek nem a valóságot mutatják. Számítógépes játékok és közösségi médiás felületek, amelyeket nem létező világba repítenek minket. Nők, akik valójában férfiak, műhúsok, kábítószerek és a legújabb találmány, az AI. Ebben a körülöttünk lévő hazugságokkal teli világban felértékelődik a becsületesség, az őszinteség és a tiszta jellem. Mert, és bocsánat, még egy dolog, felértékelődik a kultúra és a múlt iránti fordulás. Mert bármi is történt az ezt megelőző évszázadokban, akár ott lettünk volna, akár hálát adunk az égnek, hogy nem kellett átélnünk, de minden esetre igaz volt és valóságos. Amikor a trianoni békediktátum ellen tiltakozunk, akkor valójában az egész világrend ellen tiltakozunk. A világ folyamatos romlása és az emberek mai átlagos létminősége ellen emeljük fel a hangunkat. Az istenesdit játszó, új gazdag, ateista, önző, beképzelt technokraták ellen tiltakozunk, és az első világháborút megelőző emberi létminőség helyreállítására törekszünk. Egyrészről önmagunkon belül, másrészről a világban. Ezért nagyon fontos, hogy az idő előre haladtával mi ugyanúgy önazonosak maradjunk. Mert nem azon kell gondolkozni, hogy egy 104 évvel ezelőtt történt eseményt miért nem fogadunk már el, hanem hogy ki tudjunk tartani a célunk mellett az igazunkból egy minimálisat sem engedve addig, amíg helyre nem állítjuk a világrendjét. És ennek bizony szorosan a része az, hogy a minket illető területeket, amelyeket egy döntéssel vettek el tőlünk, visszaszerezzünk, és újra magyar zászló lobogjon azokon a földeken. Hiszen annál igazságosabb és annál valóságosabb dolgot, mint hogy Kassától Pozsonyig, vagy éppen egész Erdélyben minden egyes négyzetméter a miénk, még ha akarnék sem tudnék mondani. Hiszen azért a miénk minden egyes elcsatolt területen lévő fűszál, mert az őseink oda mentek,
és elvették. És nézzük meg, hogy ma hogyan szereznek maguknak földet az országok. Oda mennek, és elveszik. A világ legnagyobb hazugsága, és legnagyobb gyávasága egy háborúban megviselt, gyenge nemzettől, a pillanatnyi gyengeségét kihasználva, de egy dicső múlttal rendelkező nemzettől elvenni az őket illető területeket. De nem tökösen, nem férfiasan, fegyverrel és bátran, hanem kikiáltva egy döntést, kitalált történelmi eseményekre hivatkozva. Dákó-román elmélet meg mi egymás. Mint mondtam, egy olyan világban élünk, hogy szinte már minden hazugság lesz körülöttünk. Így lehetséges, hogy azok a földek, amelyeket megszereztek vérrel az őseink, amelyeken mai napig magyar emberek laknak, ahol mai napig magyar zöldségterem a földben, ahol magyar nyelven beszélő gyerekek játszanak, Szlovákiához, Ukrajnához, Romániához, vagy stb. Tartozik. Amúgy az évszázad poénja, de komolyan. És azért rettegnek minden egyes alkalommal, amikor közeledünk június 4-e felé ezek a nemzetek, mert ők is pontosan tudják, hogy a trianoni békediktátum csupán egy látszat, formaiság és teljes egészében hazugság. És pontosan tudják, hogy amikor megkapták azokat a területeket, és ők elfogadták, valójában a nagy királyainkat és nemes harcosainkat köpték le. És nem csak tőlünk, de tőlük is rettegnek. Pontosan tudjátok, hogy mennyire szeretem a történelmünk hőseit felemlegetni példaként, és őket állítani ténylegesen mindenki elé követendő példaként. Az elmúlt fél évben egy barátomnak köszönhetően megismerkedtem egy nemzetünk hírnevét öregbítő, méltatlanul elfeledett, elképesztő eredményeket elért szervezetnek a működésével és a munkásságával. Ez a szervezet ténylegesen szembeszállt az első világháború győztes feleivel, és visszaszereztek számunkra nem kis területeket. A rongyos gárda harcosai azzal, hogy visszaadták számunkra Sopront és felszabadították a környék településeit, valójában elérték, hogy az igazság, a remény és a szabadság terjen vissza hazánk életében. Ők ütötték a trianoni határon az első részt. Ők voltak azok, akik bebizonyították, hogy a határrevízió egy jogos követelés. És alig voltak többen, mint most mi. Sőt, egyébként vannak olyan csaták, amelyben összesen 10 vagy akár 15 vettek részt. Héjas Iván a saját élete elé helyezte a haza sorsát, és a társadalom különböző osztályaiból és különböző vérmérsékletű férfiaiból hadsereget kovácsolva, őket a gerilla harcmodor profi harcosaivá kiképezve szabadította fel a területeket. Nekik köszönhetően elhihetjük, hogy igenis, a határrevízió egy jogos követelés. Engedjétek meg, hogy Héjas Iván fivérének, Héjas Jenőnek, a rongyos gárda egyik harcosának felidézem a gondolatait. A történelmet nem újságcikkek hasábjai és emlékművek leleplezései, hanem a cselekvések kíméletlen dátumszerűségei csinálják. Mi nem cikkezünk, nem nyilatkozunk és nem vitatkozunk. Mondjátok meg nekem, hogyha nekik sikerült, akkor nekünk miért nem enne? Hiszen nekik akkor sokkal kevesebb esélyük volt, mint amennyi most nekünk. Tudom, hogy félünk. Mindannyian félünk, hiszen nem tudjuk, hogy mi lesz a következménye annak, amelyet nap mint nap vállalunk a médiában vagy az utcán. De bátornak kell lennünk. Mert a bátorság nem más, mint akarat a félelem legyőzésére. Hordozzuk tehát a szívünkben ezeknek a bátor harcosoknak a példáját, és olvassuk a történelmet. Vegyünk belőlük példát, és bizonyítsuk be, hogy bennünk is van ugyanannyi. Ahogyan 1000 évvel ezelőtt, úgy ma is hazánkért áldozatot hozni, Magyarországért meghalni, dicsőség, fel a győzelemre.